Földrengés biztos költségvetést készít a kormány, ezt Orbán Viktor közölte az állami rádióba. A kormányfő Soros Györgyöt is bírálta, azt mondta, a spekulánst és csapatát csak a pénz érdekli, miközben népességcserét szeretnének Európában, mert a keresztényeket nem szeretik. Soros György és az ő hadserege népességcserére készül Európában annak érdekében, hogy sok pénzt kereshessenek a kontinens tönkretételével. Erről Orbán Viktor beszélt az állami rádióban. Ők egy multikulturális Európában hisznek, nem szeretik a keresztény Európát, nem szeretik a keresztény Európa hagyományait, nem szeretik egyáltalán a keresztényeket, azt gondolják, hogy ha jól összekevernek bennünket valami másfajta néppel, akkor mi majd szebbek leszünk, jobban fogunk kinézni, és ez egy élhetőbb Európa lesz. Az LMP szerint nincs valódi tartalma a kormány főmondatainak. Megint egy hangzatos mondat, amivel hangulatot akar kelteni, és megint egy hangzatos mondat, amivel hangulatot tud kelteni, de megoldást nem tud szállítani. Ezt azt gondolom, hogy megszokhattuk már sajnos. Orbán Viktor a jövő évi büdzséről is beszélt, amelyet 1,8%-os hiánnyal terveznek. Ez egy stabil költségvetés, de én azt kértem a pénzügyminisztertől, hogy ez több legyen, mint stabil, ez legyen masszív és földrengés biztos, mert könnyen lehet, hogy gazdasági válságban fogjuk leélni a következő éveinket, és én azt szeretném, hogy ha lesz is válság, megszorítás meg semmiképpen ne legyen, ehhez pedig fegyelmezett gazdálkodás kell. Varga Mihály pénzügyminiszter a Magyarországi Amerikai Kereskedelmi Kamara üzleti fórumán arról beszélt, hogy továbbra is 4% körüli növekedésre lehet számítani. Tovább szeretnénk növelni a foglalkoztatást, tehát amíg ugye egy állampolgár is munkát keres még a magyar gazdaságban, addig egy kormánynak mindig van feladata, így nekünk is van bővíteni a munkahelyek számát még a gazdaságban. A portfólió elemzője ambiciózusnak nevezte a jövő évi büdzsétervét, különösen a 4% felettire tervezett gazdasági bővülést. Ezt övezik a legnagyobb kockázatot, főleg, hogyha elfogadjuk a kormány feltételezését, hogy az euróvezetben újabb válság jöhet, ami esetleg begyűrűzhet az exporton keresztül a magyar gazdaságba is. A DK nem ilyen optimista. Hát ha annyira földrengés biztos, mint az alaptörvényük, akkor nagyon gyorsan hozzá kell majd nyúlni ehhez. Minden esetre azok az információk, miszerint Magyarországnak az Orbán kormány lopásai miatt súlyos összegeket kell visszafizetni valószínűleg az Európai Uniónak, ez rögtön valószínűleg újra tervezteti a költségvetést. A költségvetés tervezetét jövő héten nyújtják be a parlamentnek.